A második percben jön Szepesi, és csendesít, bár olyan nagy zaj így sem volt az Albert Stadionban, hát ez egy cédületesen nagy gól. Nagyon eltalálta Szepesi, de hát egy picit kényelmesen kezdett a Fradi, itt is lehet látni, hogy azért illő lett volna kitámadni, kilépni a labdát felhozó játékos elé. Nem gondolták, nem vették komolyan, egy picit úgy érzem a szolnokot. Nem csak a gól miatt Szepesit, hanem egyáltalán a szolnokot nem vették komolyan a Ferencváros játékosai, és ez egy picit nehézé tette nekik az első félidőt. 14. perc, az első Fradi helyzet, Jenner talán közelebb is emelhette volna a kapuhoz, végül jócskán elkerülte azt a labda. Igen, túl közel volt a kapus, és szerintem hát lehet, hogy egy picit ilyetten rúgott bele. Nem félt esetleg a találkozástól, az ütközéstől. Nem is sikerült úgy, ahogy kellett. Aztán komoly fordulópont, hiszen a piros lap és a 11-es. Roxin Ádám megy le a játékvezető döntése alapján. Hát most így előre azt mondhatjuk, hogy ennél volt piros laposabb helyzet is, de ne szaladjunk előre. Erről Péter, hogyan vélekedsz? Egyértelmű, hogy a lesz helyzetet azt kizárhatjuk. Addig a Fradi olyan nagyon helyzetet nem tud kidolgozni. Itt Szomália kivárt. És ugye ez volt az a pillanat, amikor a játékos úgy érezte, hogy beléphet. Szerintem, ha ő nem szerelni akar, hanem csúszik, már úgy értem, hogy nem akarja a labdát megszerezni, hanem becsúszik és kirúgja szögletre a labdát, akkor szerintem nem lett volna 11-es szituáció. Valóban lökte, valóban akadályozta tovább menetelben. Hát erre azt lehet mondani, hogy a játékvezető döntése a lényeg. Picit szigorúnak érzem a piros lapot, bár hozzáteszem, hogyha egyedül egy csatár kilép, kapura vezeti a labdát, akkor az piros lapos, csak én itt úgy éreztem, hogy Szomária ki akart várni. Perics lövésre ráadásul az alsó lábban akadt el Tóthnál, ez volt az érdekes, aztán már berúgta könnyen a kipattanót, és ezzel volt meg a Fradi egyenlítése. És akik itt arra számítottak, hogy majd bedarálják a Szolnokot, nagyon tévedtek, bár ennél a helyzetnél lehet, hogy járt volna több is, mint a néma síp. Igen, itt azért lehet látni, hogy föl is emeli a játékos a lábát. Itt ebben a helyzetben egy csatár nem esik el magától, nekem az az érzésem. Nagyon jó Perics, nagyon jó behúzta, mögötte van a védő. És ott megemeli a lábát. Igen, ott megemeli a labdát, és attól esik el Perics. Tehát nem érzem azt, hogy ő már eleve arra játszott volna, hogy elessen. Minden esetre az kétséges, hogy hol történt a szabálytalanság, de ugye ha ezt lefújja a játékvezető, akkor ez is biztos, hogy piros lap lett volna. 44. perc, még Jenner egy lövéssel, aki nagyon aktív egyébként végig a mérkőzésen, de hát marad a második félidőben. Azért helyzetek voltak bőven, 52. perc, itt Tóth nem a legmesszebbre üti a labdát, és Orosz végül is jól akarja, csak egy picit későn csapódik a labdája. Igen, nagyon fönn volt már a Fradi ezen az időszakban, egészen rá ment az ellenfélre, ott a 16-osra szorította őket, de nem volt elég ötlet a támadó játékban, nem igazán tudtak jó helyzeteket kialakítani, mert legalábbis az első időszakban. Hát... Itt egy Jenner csel és egy lövés Tóth odaért. Igen, ezt nagyon okosan elrúgta a hosszú irányába. Volt Jennernek, volt az első fél időben is egy ilyen belső csűddel való nyesése a hosszú irányába, akkor még céltévesztett. Itt már kaput talált, de még nem volt elég átütő erő a Fradiba. 58. perc, egy szöglet után, amit visszatette kapásra Csukics, úgy döntött, hogy inkább leveszi és onnan lőtt el. Igen, továbbra is ugyanazok a kísérletezgetések, de még igazán nagy helyzet nélkül. És akkor itt a 60. perc körül kezdett úgy érzem fáradni a Szolnok, és ott már azért kerültek zicserbe elég sokat a Fradi támadók. Itt például Perics hagyta ki. Igen, nagyon okos a labda átvétel, megint rossz védekezés, nézzük meg, hogy a két belső védő kilép Perics irányába, viszont a baloldali védő bennmaradt, kizárta a lest, viszont Perics nem tudott élni a lehetőséggel. 72. perc, Jenner, aki talán a legaktívabb tagja volt ennek a Fradinak, befejezésekre is próbálkozott, elfutásokkal is jól adta be középre, Perics ezt sem tudja befejezni. Mondhatom azt is, hogy tökéletesen, hiszen egy nagyon szép ütemben rávezett a védőkre, megállította a labdát, és szinte helyből oda varázsolta a fejére Pericsnek, hát ezt tényleg odafejelte, ahova akarta. Aztán Orosz odaíveli Máté elé, átemeli a kapuson, de befejelni már nem tudja az üres kapuba. Nem hibáztatom én ezért, hiszen nagyon szépen elemelte a kapus elől, de azért megtámasztotta oldalról a védő, természetesen nem szabálytalan az ilyen, nem tudott már irányítani. Jön a 87. perc rövidesen, és a csereként 5 percre beálló Belicki helyzetével folytatjuk, majd ezben még egyszer megnézhetjük, hogy Máté itt már fejjel, azért a védő szorításában hogyan nem tudta végül is bebólintani a labdát. Szóval, ahogy mondtuk, itt már 5 perccel a vége előtt
járunk, amikor Berizky átemelni a labdát a hosszúra és Tóth nagy védése. Okos helyzetfelismerés, nem sikerült rendesen kiemelni. És aztán Berizky visszateszi, és jön a 11-es, illetve az újabb kiállítás. Máté pedig, miután megbizonyosodik róla, hogy a játékvezető befújta, amit látható, azonnal indult is a labdáért. Már egy korábbi szabadrúgásnál is ugye Csukicssal megvitatták, hogy kirúgja. Ebből azért az látszik, hogy itt mindenki nagyon oda akarta tenni magát. Kipri kezét érintette a labda. Hát, talán elhúzni se tudta volna így, hogy megpattant. Hát nagyon nem, mert megpattant, így már nem tudott még ellépni sem előle. De maga a támadása szép volt. Nagyon jó volt az ülesbefutás, okos a visszapassz. Mindenképpen gólt érdemelt volna már egyből. Megakadályozta még a védő, de határozott azért a 11-es végrehajtása is sokkal határozottabb, mint Pericsé volt. Ez már a 90. percre esett, tehát végül is a rendes játékidő utolsó percében.